További 10%-kal növekedhet a következő időszakban a sertéshús ára, mivel az ünnepek alatt növekszik iránta a kereslet. A sertéshús kiskereskedelmi ára a sertéspestés miatt amúgy is lényegesen magasabb a korábbi évekhez képest. Januárban a kereslet csökkenésével az ár is mérséklődik majd, vélik a szakemberek. Romániában a statisztikai adatok szerint egy év alatt 7,7%-kal növekedett a sertéshús ára. Ennek egyik oka, hogy a sertéspestés miatt az ország masszív behozatalra szorul. A piac azonban évszakonként is ingadozik. Decemberben például megnő a kereslet, és mivel az országban a sertéspestés nem sikerült még felszámolni, mintegy 10%-os drágulás várható a következő időszakban. Az elmúlt években mintegy 6000 sertéspestés gócpont ott tartottak számon országszerte, ami jelentősen megnehezítette a tenyésztők dolgát. Tendencia azt mutassa, hogy csökken maga pestisnek a gócszámuk, de viszont az állomány is csökken. Egy Maros-megyei adatot tudnék mondani, hogy ilyen 80 ezer házitartásból körülbelül most egy olyan 50 ezerre csökkent az állomány. Most az, hogy mennyire reális ez, ami nyilvántartásban van véve, végül ami be van fülszámozva. A nagy farmokon ugyanakkor állománynövekedés figyelhető meg. Maros-megyében a néhány évvel ezelőtt számlált 30 ezerről most 44 ezerre nőtt a hízók száma, ugyanis új farmok is nyíltak, mondta. Hozzátette, a sertés ára jelenleg élő súlyban a farmokon 8 láj 20 bani és 8 láj 50 bani között van. Az elmúlt években alacsonyabb és magasabb árakkal is dolgoztak már. Úgy véli, az ünnepi időszakban 10%-os drágulás várható, januárban azonban kereslet hiányában az ár vissza fog esni a korábbi szintre.